Az angol-francia-magyar kémnő története, Violette Szabó. Violette egy kicsit kilóg a magyar kémnők sorából, hiszen ő nem volt magyar származású, csak a férje. Na de micsoda tragikus szerelmi dráma kellett ahhoz, hogy ő kémnővé váljon. De kezdjük az elején. Apja francia, anyja angol volt, akik az első világháborúban szerettek egymásba. A család Franciaországban élt, de amikor Violetta 11 éves lett, átköltöztek Angliába. 1931-et írtak ekkor, és már körvonalazódni látszott egy bizonyos Hitler felemelkedése. Violetta Bushell 1940-ben parfümárusként dolgozott Londonban, amikor egy katonai parádén találkozott Szabó Istvánnal, az elbűvölő idegen légióssal. Violetta szájtátva hallgatta István élettörténetét, és egyre inkább belehaborodott. Naponta írtak és találkoztak egymással, és alig több mint egy hónap múlva már házasok voltak. Ekkor István 30 éves, még Violetta 19 éves volt. A lászútjuk egy hétig tartott, utána Istvánnak vissza kellett térnie Afrikába, ott az olaszok ellen harcolt, majd Szíriába vezényelték. Egy évnek kellett eltelnie, hogy a szerelmes pár újra találkozhasson. Újból egy hét jutott nekik, mert Istvánt az észak-afrikai hadszíntérre vezényelték, és a rommel páncélosaival kellett harcolni az egyiptomi sivatagban. Violetta úgy döntött, hogy a férjével sorsközösséget vállal, és ő is belépett a női hadseregbe, csak hogy a kiképzés második hetében kiderült, hogy állapotos, így hazaküldték. Amikor megszületett a közös lányuk, Tánja, István haza akart térni hozzájuk, de nem engedték. Ugyanis ő vezette a csapatot El Ameinben, a német és orosz tankok ellen. István itt mákasi találatot kapott, és mire a kórházba került, meghalt. Sosem láthatta viszont feleségét és a kislányát. Violettát elöntötte a harag, a düh és a bosszúvágy. Nem érdekelte senki és semmi, csak az, hogy a férjét megbosszulhassa. Violetta bosszúvágya termékeny talajra hullott. Találkozott az SOE toborzó tisztjével. Ez egy olyan titkos katonai csoport volt, akik fedett ügynököket juttattak az ellenséges vonalak mögé, ahol szabotázsokat hajtottak végre, túszokat szabadítottak ki, és támogatták a francia ellenállást. Ezek mind pont testhez álló feladatok voltak Violetta számára. A test felépítése alapján ideális jelölt volt, 165 cm-es magasságához erős és fit volt, a fegyverekkel kitűnően bánt, a kódolás memorizálásával azonban nehezebben boldogult. Habár nem olyan régen napvilágra került aktája, szerintem nem volt alkalmas a feladatra, hiszen a felelősségérzet teljes hiánya jellemezte, ráadásul franciául erős angol akcentussal beszélt, és túlságosan fatalista is volt. De mivel teljesítette a kemény kiképzést, bevethetőnek tekintették a felettesei. 1944-ben ejtőernyővel dobták le Cherbourg közelében, ahol német ipari létesítmények után kémkedett és szabotás akciókban vett részt. Egy hónapos kemény munka után Párizsba ment, ahol vett egy csodálatosan szép fekete ruhát magának. Ez járt neki. Ebben az évben újból ejtőernyővel landolt, és ezúttal is sikerrel járt a küldetésben. Kiszabadította az ellenállás egyik vezetőjét. Egy nap még az ellenséges vonalak mögött Violetta és egy Jacques nevű francia katona közösen elindultak egy dzsippel, mikor egy német ellenőrzési pontot vettek észre. Jacques lefékezett és tüzet nyitott a német katonákra. Meglepetésére Violetta is kipattant az autóból, és visszanoszta a tüzet, majd mindketten egy búzamező felé kezdtek el rohanni. Rövidesen meghallották a gépkocsik zaját, akik éppen őket üldözték. Hiába próbáltak menekülni, Violetta megsérült, nem tudott tovább menni. Jacques próbált segíteni a vérzőnőnek, de ő ráförmet, hogy meneküljön, hagyja őt ott. Violetta sorsa megpecsételődött. Nem esedezett kegyelemért, tudta, hogy innen nincs menekvés. A német titkos rendőrség a legválogatottabb kínzóeszközökkel próbálták szóra bírni a lányt. Ütötték, verték, megerőszakolták többször is, de Violetta erős maradt. A németek attól féltek, hogy a szövetségesek mentőakciót akarnak végrehajtani a lányért, ezért több hadifogolyjal együtt egy koncentrációs tábor felé tartó vonatra tették őt. 18 nappal később érkezett meg a szerelvény a Ravensbrücki táborba. Itt találkozott még két fedett titkos ügynök nővel, akikkel több ízben szökés kíséreltek meg. Sikertelenül. Kényszermunkára fogták őket, kutakat ástak, repülőtereket takarítottak, nem egyszer véresre verték őket. 1945. februárjában a szovjet csapatok már nagyon közel jártak a táborhoz. Hogy ne derülhessen fény a nácik borzalmaira, evakuálták a rabokat. Kiválasztottak 20 000 foglyot, és erőltetett menetben hajtották őket Mecklenburg felé. Így szabadította fel őket a vörös hadsereg. Sajnos Violettának nem volt szerencséje. Őt és társait egy mezőre vitték, majd összebújva hallgatták a halálos ítéletüket. A tisztek Violettát hagyták utoljára, végig kellett néznie a társai kivégzését. Őt térdre kényszerítették, tarkójához fegyvert fogtak, és a következő másodpercben halott volt. Még 24 éves sem volt. Holttestét sosem találták meg, csak egy emléktábla áll azon a bizonyos mezőn. Hősiességéért 1946-ban a francia állam háborús nagykeresztjét kapta meg posztumusz, később a brit kormány György Kereszttel tüntette ki. A kitüntetéseket azonban csak a lánya, Tánja vehette át. Köszönöm, hogy megnézted a videómat! Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!